brat örülmények nézünk, hanem arra, hogy ő itt van a királyunk királyom, drága látod, akkor Jézus Krisztus. Drága Jézus, drága megváltó, I'm
Azt láttam szellemben, hogy vagytok itt egy páran, akik belefáradtatok, és azt mondtátok, hogy hát annyiszor kértem már, és még mindig nem jön az áttörés. Annyiszor voltam már az Úr előtt, annyiszor kiöntöttem már a szívemet, mint a vizet az Úr előtt, és miért nem jön még az áttörés? Tudjátok, hogy Isten az áttörés, Isten itt van most. Kérlek, adj új esélyt az Úrnak. Ne zárd be a szívedet előtte, mert bármi is és bárhogy is történt az életedben, nem ő az okozója semmi rossznak. Hidd el és tudd azt, hogy Isten csakis jó dolgot ad neked. Isten jó. Isten jó. Mondjuk ezt. Isten jó. Isten jó. Isten tudja, hogy miért téged, és miért nem látszólag, miért nem történik a változás. És ő ismeri a szívedet, de tudd az, és adja most kijelentést neked, a kijelentés szelleme, hogy Isten jó. Isten jó. Isten jó. Isten jó. Yes.
fájdalmát, de azt mondja most neked az Úr, amikor szenvedsz, én veled együtt szenvedek. Egyetlen pillanatra sem hagytalak el, akkor sem, amikor bántottak téged, akkor sem, amikor bántalmaztak, akkor sem, amikor nem mentek előre a dolgaid. Kudarcot vallottál a sok-sok területen, de én végig veled voltam, és annyira szeretlek téged, hogy csak arra várok, hogy azt mondd nekem, hogy segíts. Tudod, hogy a Szent Szellem egyik neve, hogy ő a segítő. Ő a segítő. És nem kell más tenned, hogy csak azt mondd, segíts. Segítő, segíts. Segíts. Csak ő rá egyedül. Akarja, hogy kényelembe helyezd magad. Csendesedjünk el most az ő jelenlétében. Higgyétek, én sem így terveztem, de nem azt számít, hogy mi mit tervezünk. Azt számít, hogy ő mire vezet bennünket. És az Atya találkozni akar most veled személyesen.
aki Jézus maga, egyre közelebb szívéhez. És ahogy jössz hozzá, elindulsz trónja felé, meglátod őt szemtől szembe. Szemtől szembe, ott állsz a picitől, aki rád néz, és elkezd futni felé, elkezd szaladni felé. Ooh.
mesei felé. Egyetlen egy csak, ő vágyakozik veled lenni. Vágyakozik a szívedre. Nem azzal hatod meg, nem azzal veszel bármit, hogy ilyen-olyan cselekedetekkel próbálkozol, és folyton görcsölsz, 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 és erőlködsz, erőlködsz, erőlködsz. Semmi haszna nincs annak, mit úgy teszel, hogy nincs benne a szíved. Neki a szíved kell, egyedül a szíved kell. Isten nem vágyik másra tőled. Mert ha a szíved megvan, neki ennyi elég, és ő csodákat cselekszik benned és rajtad keresztül. Ha a szíved lég, ha a szíved lég, nincs lehetetlen, nincs olyan, amit ő ne tudna megtenni benned, és rajtad keresztül. Nincs semmi akadály, nincsenek korlátok, nincs semmi határ, mert az ő a te jut rendszer, és ez a világ mindenség, az új.
Signore, amikor ő megérít. Amen. Halleluja. Dicsőségnek kell, Uram.